A bútorok és a játékok már a helyükön gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy májustól a helyi kisgyermekek hangjától legyen hangos Gáva Vencsellő új bölcsődéje. Eddig ennek egy komoly és észszerű akadálya volt. Az önkormányzat a magas energiaköltségek miatt döntött úgy, hogy későbbre halasztja az új intézmény elindítását. A nagyközség új bölcsődéje 314 millió forintos Európai Uniós támogatásból épült fel. Ez egy 24 férőhelyes új bölcsőde lesz, de itt a gazdasági, az energetikai kicsit nadrágsziszorítások kapcsán mi is a az intézményi struktúránkat és a gyerekeket igyekeztünk elhelyezni más épületekben, tehát ezt meg tudjuk oldani a régi óvodáink kapcsán és úgy tervezzük, hogy majd májusban, illetve ősszel fogjuk beindítani az új bölcsődét. A gyerek létszámunk ehhez adott, tehát úgymond egyik napra a másikra is fel tudjuk akár tölteni, és ezzel új foglalkoztatási létszámokat is bővítettünk, új, tehát öt új hölgynek tudunk főállású munkát biztosítani majd a településen. Az új bölcsőde szomszédságában a Vencselői római katolikus templomot újítják éppen, ez is egy több mint 100 millió forintos beruházása a nagyközségnek. Egy új zöldséggyümölcs feldolgozó üzem is felépült, a bölcsődéhez hasonlóan itt is tavasszal kezdődhet meg a munka. Két pályázat keretében a település csapadékvíz elvezető rendszerének a felújítása is megtörténik idén. Összesen 8 kilométer hosszúságban épülnek ki új vízelvezetők, de új tározókat is kialakítanak. Az idős otthon energetikai fejlesztése is ebben az évben valósul meg, kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az épület homlokzatát és új hőszivattyús fűtést telepítenek. A közlekedési feltételek is javulnak, a nyírtelek felé vezető TS út lesz még további két és fél kilométeres hosszúságban felújítva. A tervek már készen vannak, tehát a folyamatot itt is szintén, illetve a beruházást is akár tavasszal már tudjuk indítani. Ezáltal még elérhetőbbé válik majd az autópálya Gálváncselő számára. Persze most búj felé az elkerült könnyen meg lehet közelíteni, de itt akkor nyílt felé még, még hamarabb fel lehet kerülni az autópályára Gáláncselőről, és azért ez egy jelentős előrelépés, úgy gondolom. Lehet mondani, hogy 10-20 éve ez mindig a levegőbe lógott. Most, most sikerült ezt a célt elérnünk. A polgármester hangsúlyozta, a Gáva-Vencselői önkormányzat jól gazdálkodott 2022-ben, aminek köszönhetően a tavalyi évvel ellentétben idén minden tervezett közösségi rendezvényüket meg tudják tartani. Tiába nem látjuk még az alagút végét, bár én bizakodó vagyok azért ezzel kapcsolatban. Úgy a klumpi fesztiválunkat meg fogjuk tartani, a Tiszai Challenge-et, illetve a Kastékelti programjainkat is most már nem három, hanem négy hét végére terveztük. Tehát egy kicsit a kultúra palettáját is próbáljuk majd színesíteni, hogy, hogy az embereknek egy kis kedvet csináljunk ebben a nehéz gazdasági környezetben. A Gáva Vencselői önkormányzata már folyamatban lévő beruházások mellett a település turisztikai vonzerejét szeretné növelni. Ezt a Tiszapart rekonstrukciójával kívánják elérni, bíznak benne, hogy az idei évben erre is forrást nyer a település.